Koszorút helyeznek el a Görbe utcai emléktáblára. Dunaújváros alapítóinak egyesülete, valamint az önkormányzat idén együtt emlékezett meg a város fennállásának 64. évfordulójáról. Az ünnepséget Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester nyitotta meg. Akiknek ma a Dunaújvárosban élők köszönettel tartoznak azért, hogy egy élhető várost teremtettek számunkra. Az alpolgármester beszédében kiemelte, példaértékű, amit elődeink annak idején a városért tettek, és ezt soha nem szabad elfelednünk. Azt gondolom, hogy a város alapítók szerepe ma is fontos. Fontos azért, mert azokat az emlékeket a városépítés múltjából ők magukban hordozzák. Emlékként, meseszerűen osztják meg a ma élő, Dunaújvárosban élő fiatalokkal. Az eseményen természetesen az egykori városalapítók is megjelentek, akik meghatódva emlékeztek vissza a kezdetekre. Annak idején az alapítást időpontjában 1949 őszén és a fordulópontján 50 elején tulajdonképpen én a földmérőkkel együtt ezt a területet mértük fel. 52-ben itt dolgoztam a Kistáborban 5 hétig. Itt építettük akkor pont az erőművet, és a békáztuk a Kohónak az alapját. A Görbe utcai emléktáblát 14 évvel ezelőtt helyezte el a Városalapítók Egyesülete azért, hogy az utánuk jövők se felejtsék el azt a küzdelmet, amit a városépítők Dunaújvárosért tettek. Az alapítók ugye azért már a nevük is benn van, már akkor itt voltak, amikor ez a város elkezdődött épülni. Nekik itt van az életük, az ifjúságuk. Ez már számukra egy történelem. Úgy érezték, hogy valamilyen módon egyrészt meg kell emlékezni róla, másrészt az utókornak hagyni valami emléket arról, hogy ők mit tettek, hogy milyen volt az ő életük, és hogy milyen volt maga a város, amikor felépítették. Kóbor Etelka hozzátette, a Városalapítók lelkes csoportjának még számos terve van a jövőt illetően. Szeretnék, ha Dunaújváros története még sokáig fennmaradna, így hamarosan újabb rendezvényeket terveznek.